Nem kell senki más, csak te, mert benned érzem a világot. Nem kell a sorsod, nekem ad, csak hogyha te is úgy kívánod. 2005-ben indult ugye a zenekar, de az első 4 év az nekünk egy ilyen gimnáziumi próbálkozásnak az időszaka volt. Akkor ugye elmentünk egy jó pár barátunknak, iskolai rendezvénynek ingyen fellépegetni. Akivel alakítottam a zenekart, azokkal a srácokkal mindig az volt a vágy, hogy majd nagy színpadokon játszunk, Európa különböző országaiba el tudjunk jutni. És hát nem. Nem, sőt, képzeled el, egy nagyon érdekes dolog, hogy 2008-ban volt egy ilyen kattanásom, hogy akkor most már mindjárt érettségi után vagyok, akkor most már egyetemista vagyok, akkor most már kell egy nagy lemez, és megcsináltunk egy borzasztó nagy lemezt, amit azóta le is tagadunk egyébként. Ennek a lemeznek a dalait voltak rajta jobbak, voltak rajta kevésbé sikerültek. Folyamatosan ezekkel kezdtem el amerikai kiadókat bombázni, és én azt gondolom, hogy konkrétan a zenekar ott nőtt fel a feladathoz, amikor felszálltunk a repülőre. A zseppénzem, illetve a mindenféle ilyen egyetemi ösztöndíjak által kis kiutalt összegekből megvásároltam szerintem vagy 200 darab lemezt. Erre kiírogattam a kis demókat, és megnéztem a kiadóknak a postacímét, és felpostáztam az egészet az Egyesült Államokban. Már egyébként a postán akkor elég gyakran néztek, hogy ez a srác ez miért csinálja ezt, vagy milyen ingerencia vezérli, hogy ő folyamatosan Amerikába postázzon. Viszont 2009 nyarán már kint találtuk magunkat az Egyesült Államokban. A Szegedi Tudományi Egyetem támogatott, egy vezető gyógyszergyár támogatott minket, önkormányzatok, kisebb vállalkozók. Azt mondták, hogy gyerekek, 19 évesen meghívnak benneteket Clevelandbe, az egy nagyon jó dolog. Folyton arra gondolok, hogy mitől is voltunk boldogok. Mi volt az, amit akartam, és mi lett végül, amit megkaptam? Világéletemben büszke leszek arra, hogy a Szegedi Egyetem bölcsészkarán diplomázhattam. Akkor volt egyébként az, hogy a Vajda Attila olimpiai bajnok lett, ő is Szegedre járt. Én is Szegedre jártam, mind a ketten bekerültünk egy ilyen egyetemi reklámanyagba, ide, ilyen filmekbe, olyan filmekbe. És hát az nekem nagyon jó volt, hogy bizonyos szinten tehát elgáncsolhatták volna a dolgaimat. Lehetett volna az, hogy a tanárok azt mondják, hogy figyelj csak, nem tudsz elmenni turnézni, mert holnap lesz egy zéhád. Ezért most valószínűleg ugye volt egyetemi filmtársaim, édesanyámat fogják emlegetni, de a Szegedi Egyetemen, amikor nekem volt államvizsgám, vagy bocsánat, záróvizsgám, akkor én éppen Európa turnéztem, és áttették miattam egy héttel későbbre. Fogd fel végre, amit mondok, elég volt belőled, én elhúzok. Hazajöttünk Amerikába, és meghívtak minket játszani egy pár évvel később a diplomosztókra. És hát most azt képzeld el, hogy milyen az, amikor egy rockzenekar oda megy, az egész egyetemi eklézsia, a vezetőség ott ül elképesztő, csodálatos ruhákban, ott vagy egy ilyen hatalmas amfiteátrumban, ami tele van szülőkkel, majd te elkezdesz saját dalokat játszani, meg Rolling Stones-t. Akkor volt az, hogy az akkori rektor odajött hozzám, és azt mondta, soha senki nem játszott még diplomosztón Rolling Stones-t. Hamuba szórtad a tervemet, nem lehetek már én veled. Egy magyarországi kezdő zenekar kimegy az Egyesült Államokba egy olyan professzionális stúdióba, ahol tényleg aranylemezek voltak a falon, meg az akkori azt gondolom legjobb pop-punk és punk-rock zenekarok, illetve metal zenekarok ennél a kiadónál voltak, illetve ebben a stúdióban rögzítettek lemezeket. Az azért egy nagyon-nagyon jó tanulási folyamat, és egy nagyon jó belecsöppenés egy külföldi világba, amit aztán sokat tudtunk kamatoztatni olyan szinten, hogy tudtuk azt, hogyha hazajövünk, és utána szeretnénk mondjuk Európában turnézni, akkor milyen dolgokra kell odafigyelni. És nekünk ugye volt 3 Európa turnénk, nekünk minden magyarországi turnénk is most már olyan szempontból nemzetközi, hogy Kárpát-medencei, és nem csak magyar lakta területeken játszunk, mondjuk Romániában, vagy Felvidéken, vagy akár a Vajdaságban, hanem játszunk olyan nagy fesztiválokon is, mint az Arad Opener Fesztivál, ahol már kétszer voltunk, mind a kétszer a nagy színpadon, és első évben a Goran Bregovic-sal játszottunk, illetve a Románia legnagyobb sztárzenekarával, a Vámával, idén viszont a Paul van Dyk-kal. Tehát, hogy olyan emberekkel sikerül a karrierünk kapcsán találkozni, akár legyen az mondjuk elektronikus zene, akár rockzene, ami én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokaknak csak az álmaiban létezik. Csak sziluett vagyok a polban, a lábam is megtorzul.
a legfontosabb az, hogyha kimész egy stúdióba, akkor nyilván alázatosan kell hozzáállni. Ezt szerencsére nálunk látták, hogy megvan abszolút ez a tanulás iránti vágy. És amikor Georgia meg, illetve Amerikában a felvételket egy Johnny Burke nevű úriember vezette, aki egyébként pár éve volt csak idősebb nálunk, olyan szinten bele tudott azonnal egy ilyen ötödik tagként ülni a produkcióba és sajátjának érezni, hogy bizonyos daloknál már voltak olyan ötletei, hogy milyen akkord után mit cseréljünk ki mondjuk egy kiállásnál, hogy még jobban előkészítse a végén a dupla refrént, meg ilyeneket, ezeket azért jó megtanulni, és szerencsére egyébként nagyon sok jót kaptunk kint. Tehát, hogy amennyire én itthon láttam korábban, nagyon sok stúdióban úgy működnek a munka, nyilván lehet, hogy ezzel valaki kritizálni fog, akkor sajnálom, hogyha megsértettem valakit, hogy van egy adott időlimit, és akkor abba az összegbe bele kell férni, éppen ezért idegesen, ilyen zaklatottan működik a felvétel. Ott kint gyakorlatilag pont azért tudtunk gyorsan végezni a felvételekkel, mert úgy nézett ki a munkafolyamat, hogy felkeltünk, elmentünk tusolni, fogat mostunk, lementünk valamelyik hamburgereshez, vettünk egy hamburgert Amerikában, természetesen ez nem nehéz dolog, majd szürcsöltünk egy másfél liter kólát, visszaültünk a stúdióba, nagyon egészséges volt, igen, beültünk a stúdióba, bejött a Johnny baseball sapkában, rövid gatyában, becsosszogott a kis papucsában, és mondta, hogy hát akkor gyerekek, melyik dal jön? És mondtuk, hogy a Waiting for You című dal következik, jó, miről szól a dal? Megbeszéltük a témáját, megmutattuk a dalszöveget, és ő mondta, hogy jó, akkor ebbe a dalba még tegyünk bele egy kis csörgőt, legyen benne több akusztikus gitár, ezek fantasztikus dolgok. Mert amikor az embernek a fejében megszületik egy dal, akkor hallasz valamit, amit te már nagyon jónak gondolsz, de hogyha igazi szakmabeli emberek segítik a munkádat, vagy tényleg olyan emberek, akik már 30-40-50-100 lemezen dolgoztak előtted, akkor még jobbat kapsz a végén. És ez egy annyira jó élmény, hogy tudod, hogy erre 30-40 év múlva is úgy tudsz visszagondolni, hogy na igen, ez egy fantasztikus dolog volt. Életem napjai szürkéből ragyogóak lettek. Majd 2009-ben az Élned kell című dalunkkal, amit a George Hillinggel csináltunk, aki a Mike Oldfieldnek meg az Oasisnek a producere, akkor bekerültünk a zenetévékbe. És akkor sem úgy változott meg egy csapásra az életünk, ahogy azt az emberek a filmekben látják, hanem akkor kezdődött el az igazi aktív munka. Onnan jött az, hogy elmentünk Amerikába csinálni egy nagy lemezt, hazajöttünk, akkor már elkezdtünk az akkori rádiókba, zenetévékbe bekerülni videoklippekkel, aztán ezek feljutottak a slágerlistákra, de egyébként nagyon érdekes, hogy hazajöttünk az Egyesült Államokba, és utána 2,5 év eltelt még, hogy megjelenjen itthon a nagy lemezünk. Neked most élned kell. Hazajöttünk Amerikából 2009-ben, 2010-ben meghívott minket a Republic turnézni, és mondjuk olyan 2013 óta azért már játszunk egy több mint 40-50 koncertet évente. A negyedik koncertünket a Supernemmel csináltuk, a kilencediket a Petőfi csarnokban, azaz a megboldogult Petőfi csarnokban. Majd ugye jött a Republic. Amikor indultunk, akkor nyilván nehezebb volt, mert ugye fel kellett járkálni, volt egy 2-3 perces interjúk miatt, hajnalban kellett felkelni, felülni a vonatra, feljárni, de ma már egyébként én azt gondolom az internet korábban így, hogy a social media az teljesen mindennapjait gyakorlatilag átitatja az embernek, így azért sokkal egyszerűbb, mert hogyha bármilyen olyan dolog van, ami miatt fel kell jönni, ma már egy csomó rádió interjút is például úgy adunk, hogy felveszik a kérdéseket, elküldik, én itt a mögöttem látható számítógépen válaszolok egy stúdióprogramba, összevágom, visszaküldöm, kész. Már nem kell lemenni igazából azért nagyon messze távolságokat, interjúkat adni, de én azt gondolom, hogy igen, valahogy a főváros azért, ha valaki itt nő fel, itt kezdi el a zenei pályafutását, talán sokkal könnyebben kinyit kapukat, mint mondjuk akár Gyuláról, akár Szegedről, akár másik városokból.